Az ország megvadult, és egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Radnóti Miklós gondolataival emlékeztek meg a helyi tücsökzenész színpad fiataljai a holokauszt szörnyűségeiről a Szekszárdi Művészetek Házában. A település sokáig ellenállt az akkor már Európa szerte és hazánkban is százezrek halálát követelő fasiszta eszméknek. A kor kegyetlen politikai nyomása alól 1944. júliusára aztán végül mégsem sikerült megmenekülni az itt élő zsidó lakosság legnagyobb részének. Szekszárdon az antiszemitizmus és a nácizmus jó ideig nem tudott tért hódítani, mivel az akkori polgármester Vitéz Vendel István nem engedett gettót létesíteni, de ez sajnos nem gátolta meg a szörnyűségeket, a sohát, a deportálást, mert csillagos házakat hoztak létre, ahonnan elvitték a zsidókat környező nagyobb településekre, ahonnan elindultak a vonatok, így például Bajára, például Mohácsra, Bonyhádra és még több hely, Tamásiba és még több helyre. 79 éve félmilliónál is több nőt, gyermeket és férfit küldtek haláltáborokba, vagy pusztítottak el másként a náci eszméket vallók, csak azért, mert az áldozatok legnagyobb része zsidó származású volt. Közülük 600-an Szekszárdról indultak a biztos halálba. A legősibb kontinens és Magyarország esetében egy 1000 éves állam történelme kevesebb lett azáltal, hogy mindez megtörténhetett, és Szekszárd is kevesebb ma. Tisztelt emlékezők, veszélyes az idő múlása. Szüleink és nagyszüleink nem az idén sorolt rettentő számokat látták a holokauszt borzalmában. Az ő emlékeikben még arcok voltak, ismerősök, akikkel egy utcába laktak, egy iskolapadban ültek, egy munkahelyen dolgoztak. A Szekszárdi program a Művészetek Háza előtti emlékmű megkoszorúzásával és a zsidó hagyománynak megfelelően a halhatatlanságot is jelképező kavicsok elhelyezésével ért véget. Tamásiban a deportálás 1944. július 4-én az Ötvös és az Arany János utcák, valamint a Kossuth tér által határolt gettóból kezdődött. 184 helyi áldozatot zsúfoltak marhavagonokba, akik közül mindössze 32-en tértek haza. Válogatás nélkül sajnos elvittek tanárokat, munkás embereket, édesanyákat, édesapákat. Sajnos a náci gépezet az nem kímélt senkit. A náci vérengzés következtében elhunyt zsidó áldozatok számát a történészek 5-6 millió közöttire teszik, közülük minden tizedik magyar állampolgár volt.